reggel 7-8 órától egészen hajnali 3-4 óráig. Horváth Attila magángazda a tavaszi, gyakran 18 órás munkanapjáról beszél. Családi vállalkozás keretében 20 áras területen, 6 fólia sátorban biozöldséget termeszt a feleségével. A munkákból 9 éves fiúk is kiveszi a részét. Neki egy kisebb sátorban saját ültetvénye van. Az édesapa azt mondja, hogy a megélhetésért keményen meg kell dolgozni, de megéri. Mi itt születtünk Kárpátalján, mi itt érezzük jól magunkat, szeretünk itt élni, és ha nehezen is, de még mindig meg lehet élni. Meg még egy fő szempont van, az örökségünket azt nem szeretnénk eltékozolni. Ezt nem mindenki gondolja így a községben. Sokan a könnyebb megélhetés reményében külföldre mennek dolgozni. Az utóbbi években ezért is csökkent a helyi iskolában a tanulók száma. 252 tanuló van jelenleg, de amikor 2006-ban megnyitottuk az iskolát, akkor 310 tanulóval nyitottuk meg. Tehát azt láthatjuk, hogy csökkenős számba vannak. A gyerekek születési száma is, meg az elvándorlás is, plusz ebbe belejátszik, mert nagyon sokan az utóbbi időben a szülők tehát kimennek dolgozni, megalapoznak egy jövőt ott, és utána viszik ki a családot. Pedig a verbőciek nincsenek magukra hagyatva. Az iskola mindkét épületét a helyi önkormányzat, valamint a magyar kormány támogatásával korszerűsítették. Új nyílászárókat kaptak, és az elemi iskolán kicserélték a tetőt. A községben művészeti iskola is működik 104 gyerekkel. Az énekkar és a tánccsoport repertoárjának összeállításakor, valamint az oktatás folyamán a tanárok különös hangsúlyt fektetnek a hagyományok ápolására. A népi vonal, ami erősségünk a zeneiskolának, azt visszük, ez látható a koreográfiában, ott a néptánc megy elsősorban, aztán a klasszikus, a kötelező klasszikus táncokat is tanuljuk. Nagy szeretettel járnak a gyerekek népzenét játszani, úgyhogy van is egy kis népzenei zenekarunk, akikkel különböző ilyen hagyományőrző versenyekre, tehetségkutató versenyekre szoktunk ellátogatni. Verbőc új óvodával büszkélkedhet, ide 53 csöpség jár. Az óvi felszerelésében, az étkeztetés minőségének javításában anyaországi szervezetek és a testvérvárosok segítenek. Magyarországról a Magyar Fejlesztési Központ támogassa az óvodánkat óvodafelszerelésekkel. Az étkeztetésben gyümölcsöt, joghurtot kapnak, amit legtöbb ukrán óvodákban ez nincs lehetőség rá. Itt Budaörsöt is szeretném megemlíteni, akiktől játékokat, butorzatot kaptunk. Ezt a díszpéldányt a Magyar Fejlesztési Központtól kaptuk ajándékba. A Magyar Fejlesztési Központ már évekkel ezelőtt jelképesen örökbe fogadta a verbőci közösséget. Az adományokból a református gyülekezet sem maradt ki. A templomban őrzik az országgyűlés egyik zászlaját, a magyar alaptörvény és az 1514-ben megjelent hármas könyv díszkötetes példányát. Utóbbi szerzője a falu szülötte Verbőci István. Ezek nemzeti kincseink. A konfirmandusoknak szoktuk elmondani, meg a hittanosoknak, hogy érdemes tanulni, mert egy olyan ember írta ezt a hármas könyvet, aki itt Verbőcön született, és Magyarország nádora volt, és el lehet jutni akár még Budapestig is, akár még Kijevig is, hogyha az ember szorgalmasan tanul, mert abban az időben, hogyha Isten ide ilyen kiválóságokat teremtett, akkor ilyen kiválóságok vannak most is a mi gyülekezetünkben. Mindez azt jelzi, hogy a közösség bízik a jövőben, a megmaradást választja, és ezért készek tenni is. A falu ennek szellemében állított emlékművet Verbőci Istvánnak, valamint avatott emléktáblát a hármas könyv megírásának 500. évfordulóján.